Amint az időjárás engedi, több városrészben is elkezdődnek a felújítási munkálatok, de hogy pontosan hol mi fog történni, az a mai esti mérlegből kiderül, tartsanak velünk! Több évtizedes probléma oldódik meg Öreghegyen. A területen nemrégiben elkészült a járda és a csatornahálózat felújítása, a Béla út 57-nél pedig csapadékvízelterész építése kezdődik hamarosan. A Béla út csapadék elvezetése évtizedek óta problémát jelent. Elkészült a járda és a csatorna felújítása, és ez magával hozta, hogy koncentráltabban és az időjárásnak köszönhetően nagyobb mennyiségű csapadék zúdul a Béla útra. Ezt két lépésben fogjuk megoldani. Az egyik egy most épülő áteresz, ami azt akadályozza meg, hogy a Béla úti járdán folyjon a víz, és át fogjuk, ahogy ez elkészült, utána pedig át fogjuk vezetni ezt a nagy mennyiségű csapadékvizet a Béla út másik oldalára. Én remélem, hogy ezzel végre megoldódik ez az évtizedes probléma. Ez pedig már Víziváros, ahol hamarosan a Királysor 41 és 45 közötti parkoló újul meg. Még van némi tennivaló a Sarló utcában is, meg a Vízivárosi óvoda előtt is, a 94-nél is még ott apró felújítási munkák vannak, de ez az egyik legnagyobb lesz, ez közel egy 30 milliós felújítás, ennek az útnak és a parkolóknak a felújítása, és ehhez kapcsolódik még az összes vízivárosi négyemeletes járdájának a felújítása is, és sőt, ami nagyon lényeges, ott a buszmegállónál, az 59-nél nagyon meg van dőlve a támfal, azt is szétbontják, és azt is újra fogják építeni, és hát akkor itt mondjuk a Királysoron is tulajdonképpen egy olyan elfogadható állapot lesz, ami azért a városrésznek a többi részében már megvalósult. Mikorra készülhet ez el? Hát ezzel kezdjük. Azért most február 20-a van, azért annak köszönhető, hogy a Városgondnokság tavaly nagyon korán fölmérte azt, hogy milyen szükséges munkálatokra van szükség vagy lehetőség ebben az évben. Már tavaly szeptemberben ezt végigjártuk, megállapítottuk a sorrendeket is, úgyhogy ezért itt most ez fog indulni. Azért van itt most a munkaterület átadás, mert a Királysori projektnek ez a legnagyobb falatja, ha úgy tetszik. Ez mondom egy 30 milliós beruházást fog jelenteni, és utána folyamatosan indulnak már a járdafelújítások, ahogy az idő engedi. Én úgy tudom, sőt az iskola központi forrásból egy 100 milliós része az iskola udvar felújításának is meg fog történni ebben a részben, ebben az évben, ami a 94-nek a belső udvarát is jelenti, a kerítéselbontást, ott is talán sikerül a még parkolókat építeni, aztán majd 2020-ra marad a befejezése, de így együtt ez egy 160 milliós projekt, ami most ebben az évben ide jön Vízivárosba. Az itt parkoló autók addig hova állhatnak majd, amíg itt zajlik a beruházás? Hát az a helyzet, hogy az itt parkoló autóknak akkor el kellene menni. A fűtőerőműnek ott van a területén 350 új parkoló. Meg kell, hogy mondjam, igen, el kellene menni 50 méterre, 8 méterre, 100 méterre. Biztos nem lehet az ablak alatt parkolni, de én azt hiszem, hogy azok, akik nagyon várják azt, hogy itt ez föl legyen újítva, azok erre az áldozatra azért talán hajlandók lesznek, hogy arra a két hétre, maximum három hétre, mert ez alatt mindig megszokott egy ilyen nagy beruházás is valósulni, hogy leteszik az autóikat itt a parknál, fűtőerőmű területén készült parkolóknál, és akkor átjönnek ide, hazajönnek este. Szóval ezt muszáj megoldani, mert úgy nem lehet dolgozni, hogyha közben ott vannak az autók. És ez ő értük történik, az ő érdekükbe történik. Ők kérték, hogy most már aztán kerüljön rá a sor, hát most sor kerül rá. Most az a kérésem, hogy bírják elviselni ezt a három hetet, amíg nem az ablak alatt parkolhatnak. Az említett fejlesztéseken kívül van-e még Vízivárosban olyan rész, amit terveznek a jövőben esetleg egy kicsit felújítani, megújítani? Igen, igen, feltétlenül van. Történetesen folytatódik itt a Kóp előtti tér, ahol nagyon csúnya szintén ez az egész betonos az egész tér. Azt néztük, még a polgármester úr is itt volt, és azt végig beszéltük, hogy azt föl kell ott törni. Ott annak egy részét füvesíteni kell, parkosítani kell. Azon kívül a Kóp mögötti résznek ott is van még az út és egy park. Parkoló felújítási rész, aztán meg kell csinálni, mondom, hát a Vízivárosi iskola udvarnak a második részét, ami két játszótér plusz egy parkosítás, és a Budai út, megígértem,
hogy arra sor kerülhet, és be is vettük a tervek közé, de hát ebben az évben ez nem tud megvalósulni, hogy az a három nagy parkoló, ami a Gáz utca 18 mögött, a Sarló 14 és a 23-nál van, ahhoz csatlakozik a budai úti szalagházaknak egy hátsó járda része, mert egy hátsó kijárta is van ezeknek a házaknak, és az a járda is borzasztó rossz állapotban van. Na, azt egyszerre, egy szuszra lehet megcsinálni végig, azt a belső hátsó részt, és ott a szolgálmi utat is felújítani, és hát az is, az úgy központi forrásból fogjuk tudni valószínű megcsináltatni, hiszen az is legalább egy 100 millió forintos beruházást jelent. Ez 2020-ra biztosan át fog nyúlni, mert idén kapacitás oldalról sem lehet ennyi mindent megcsinálni. És hát azért a forrásokat is úgy kell ütemezni, hogy nem csak víziváros van, nekem nyilván az a legfontosabb, de hát azért más kerületek is vannak, és ott is ugyanúgy el kell végezni a lehetőséghez képest a munkákat. Palotavárosban a közvilágítás fejlesztésére fordítanak idén nagy hangsúlyt, de több járda is megújul. A fejlesztések egy parkolóépítéssel kezdődnek, egy a 90-es évek elején a lakók által kialakított sportpálya helyén alakítanak ki 17 megállóhelyet. A fejlesztések 17-ben kezdődtek. 2017 és 19 között az önkormányzat elindított egy útjárda építés, parkolóépítés felújítási programot. Ennek egyik szakaszán vagyunk most. Minden évben nagyon sok fejlesztések történtek, nem csak Palotavárosban, a város valamennyi városrészében. Jelen pillanatban egy parkolót adunk át a vállalkozónak, egy területet adunk át a vállalkozónak parkolóépítés céljára. De itt a lakókat előtte megszondáztam, idézőjelbe szólva, közös képviselő egy közvéleménykutatást végzett, hogy a területen mi épüljön, és nagy számban győztek a parkoló támogatók. Hogyha körbenézünk ezen a területen is, hogy a városban mindenhol kevés a parkoló. Itt parkolnak zöld területen, szabálytalanul, muszáj valamit tenni, még ez is kevés lesz különben. 17 férőhelyes világítással ellátott parkoló, fásítással a szélén, az útszélén megy tovább a fásítás. Ez az első lépése annak a fejlesztésnek, ami 19-ben ez év tavaszán kezdődik. Emellett még körülbelül mindegy 60 millió forint értékben járdafelújítások fognak indulni. A Sütő utcában, a Sziget utcában, a Jancsár utcában, és ez a program nem, remélhetőleg nem fog leállni az idén, bizony benne, mert van még bőven felújítandó járda, ezt a programot 19 után is folytatni tudjuk. Tehát ez egy nagyon rendkívül fontos, ezt a város főleg, ugye rendkívül jó gazdasági helyzet van a város, a szándék az, hogy a városban minden városrészben élő ember érezze annak a gazdagságnak, annak a pénztöbbségnek a jelenlétét, saját bőrükön érezzék meg az életfeltételek javítását. És egy járdát felújítunk, vagy egy parkolót építünk, az már az életkörülményeket javítjuk, élhetőbbé tesszük azt a városrészt, ahol az emberek laknak. És én mindig azt hallottam, hogy az emberek, akik a panel dzsungetekbe hazajönnek, érezzék úgy, hogy hazajönnek valóban. És ehhez nekünk valamit tenni kell közösségi terek építésével, parkolók építésével, járdafelújítással, hogy boldogan, örömmel jöjjenek az emberek. Ez kezdődik most, az első lépése ennek a területnek az átadása egy parkolóépítés céljából. Ezen a programon kívül itt Palotavárosban van-e még olyan terület, aminek szükséges a felújítása és tervezi? Természetesen tervezem, nyilvánvaló függvénye az idei év választások, mert ugye jövőre már új év kezdődik, új ciklus kezdődik. Valamennyi Sziget utca, Jancsár utca, ugye két oldala van egy épületnek, mind a két oldalát szeretnénk, hogyha felújítás megtörténte. Közvilágítást is kellene, közvilágítást, tervezem a közvilágításnak a modernizálását és a megújítását. Például most ebben az évben egy parkoló megvilágítása, a Jancsár 44-46 mögötti parkoló, illetve a Sziget út mellett úgynevezett Őzikés parkban átvezető járda mellé kerül közvilágítás, tehát nem csak a járdák felújítása, a közvilágítás is egy fontos téma, ezeket is mindenképpen előtérbe kell helyezni, tehát ez is megvalósul még az idén, és egyéb más közvilágítás fejlesztéseket is. A központi parkban például a korábban megépült lámpatestek cseréje mindenképpen szükséges. Most nagyon jó LED lámpákat helyez
érkeznek ki, a világ sokkal erősebb, biztonságosabb, nem romlik el. Hát 20 évvel ezelőtt lettek helyezve azok a kandeláberek, amelyek most működnek, nagyon sok a probléma, nagyon sok a hiba, ezeket is szeretnénk felújítani. Tehát munka, fejlesztés lesz a jövőre vonatkozólag is nagyon sok, a parkokat is szeretnénk továbbfejleszteni, még több fát ültetni, játszótereket, nagyon fontos játszótérfejlesztés is történik ebben az évben, a Jancsár utcában, erre meg is van a forrás. Tehát minden, az élet minden területén tenni kell valamit azért, hogy fejlődjön a városrész, fejlődjön a város. Hála Istennek, jelen pillanatban olyan helyzetben van a Székesfehérvár városa, ezt meg tudja tenni, mert anyagi források megvannak. A Palota város északi részén is elindulnak a fejlesztések. A Kelemen Béla utca egy részén a parkolók burkolata újul meg, de a Jankovics utca 20-26 között is megújulnak a megállóhelyek, sőt itt a járda is. Palotaváros északváros részben vagyunk, a Jankovics utca 20-26 előtt található parkoló munkaterület átadásán. Itt a parkolók felület felújítása fog történni, illetve utána a felfestése, illetve reményeink szerint, hogyha a közlekedési irodánál nem emel kifogást, akkor a kukákat megpróbáljuk a külső oldalra helyezni, hogy a személyszállítás dolgát is megkönnyítsük. A Kelemen Béla 14 és a 30 között található szintén parkoló felület felújítása kapcsolatban történtek munkaterület átadások. A Kelemen Béla utcában bruttó közel 20 millió forint, illetve a Jankovics utcában pedig bruttó 28 millió forint értékben kerül felújításra a parkoló, illetve itt a Jankovics utcában a parkolóhoz kapcsolódó járdák is új felületet kapnak, megkönnyítve az itt élők biztonságos és kultúrát közlekedését. A jövőben lehet-e még számítani a városrészben egyéb felújításokra, fejlesztésekre? Természetesen a városrészben még további közlekedést segítő fejlesztések kerülnek kialakításra. Ezeknek a tervezése folyik. Ilyen beavatkozás lesz a Kelemen Béla Hübner csomópont lesz átalakítva a körforgalom, illetve a piac mellett lesz egy körforgalom kialakítása megkezdve. Terveink szerint, ahogy az engedélyek elkészülnek, ennek a munkának is neki tudunk állni. Örömmel mondhatom, hogy ezt egyébként a városi költségvetés fogja állni, és nem a képviselői keretem. Ennek apropóján is volt lehetőség ez az előbb két említett fejlesztést végrehajtani. A szakemberek, amint az időjárás engedi, valamennyi helyszínen nekiállnak a munkálatoknak. A parkoló felújítások helyszínein a munkálatok ideje alatt az autósok nem tudnak megszokott helyeikre állni, a közelben kell majd megállót keresniük. Valamennyi munkaterületen a burkolat mellett, ha szükséges, a vízelvezetést is korszerűsítik. A Béla úton egy áterez felújításához kapcsolódóan volt munkaterület átadás, ahol a Béla útnak a vízelvezetési lehetőségeit próbáljuk javítani. Ez a későbbiekben fog majd tovább folytatódni az áruknak a rendbetételével. A többi területen burkolatfelújítási munkálatok fognak zajlani, így a Királysor 41-51 közötti parkolóban, a Kelemen Béla 14-18-26-30 előtti parkolókban, illetve a Jankovics utca 20-26 előtti parkolókban. Itt a meglévő burkolatok kerülnek felújításra. Hasonló módszerrel már a Víziváros több területén is találkoztunk, illetve a Palotavárosban is. Korábban az aszfaltburkolatok mellett betonburkolatú parkoló kerültek kialakításra, amelyek betonburkolatok az idő során előregettek, elkezdtek mállani. Emiatt ezeknek egy feszültségmentesítését követően aszfaltburkolást kapnak egy szőnyegezéses technológiával 4-5 cm vastagságban, illetve teljes az egész parkolóban kijelölésre kerülnek az utóbbi időben jelentősen megkopott felfestések. A királysori beavatkozás annyiban lesz egy kicsit több, hogy ott az aszfaltburkolatok is leromlott állapotban vannak, tehát ott úgy tudnám mondani, hogy a társasházak között faltól falig lesz a burkolat felújítás.
illetve az ötödik helyszín az egy új parkoló kialakítása lesz a Cserepes köz 2 társasház mellett, a korábban itt található Murvás, illetve Salakos sportpálya helyén, lakossági igényeket figyelembe véve, illetve a parkolási igény alapján került kialakításra, megtervezésre ez az új parkoló, ahol 17 új parkoló kerül kialakításra. A többi helyen, ahol a felújítások zajlanak, ott új parkolók nem fognak kialakulni, de komfortosabb lesz a használatuk, illetve mindenhol a felmérések alapján a csapadékvízzel vezetési problémákat is orvosoljuk, futósor beépítéssel, víznyelők beépítésével. Illetve itt a Jankovics utcában pedig az épületek felőli oldalon jelentősen leromlott, gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy megszűnt a kiemelt szegély, ezért a parkoló és hoz csatlakozó járda is teljes szélességében felújításra került. Illetve az új parkolóhoz a Cserepes közben a közvilágítás is kiépítésre kerül, tehát egy komfortos, jól megvilágított parkoló fog majd kialakulni. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!